Szervusz, Lőre Attila, te vagy a Society Spirit-nek a vezetője. Ti ugye a Klán Liga előtt, mint bajnok esélyes indultatok neki, ennek ellenére igen felemás eredményeket sikerült elérni az első fél évben. Mi a vélemény az őszi szezonról? Hát igen, bekezdtünk. Az elején jól alakult, rossz megnáltuk, aztán a United ellen a második fordulóban volt gond, ott elkezdtük tárcsázni a 9-11-et. Az outdoor az ellen még sikerült javítani, de aztán már megint elfekítünk a segélyhívóra az okány ellen. Liberty ellen is 9-11-et akartunk, csak ott Menyuszt megzavarta ott a utolsó előtti meccsen a 86. percben 3-0-nál ez a hirtelen bekapott 3 gól, úgyhogy a 8-12 lett. De a viccet félretéve ott utána... Utána a TPL-ben egy nagy klasszikus. Igen, igen. Tehát ott volt két forduló, amikor hát véget érhetett volna nekünk a Klán Ligának a lényegi része. Ugye a TPN ellen a Radics Zoli által bravúr pontszerzést nekünk volt egy pont, és ott a HC Liberty meg azzal párhuzamosan, na most én biztos voltam abban, hogyha azt a meccset a HC nyeri meg, illetve bocsánat, a Liberty nyeri meg, akkor lehúzhatjuk a rolót. Ennek egy oka van, hogy a HC-val akkor még nem játszottunk, viszont a Liberty-től már kikaptunk, így a HC-n még önerőből tudtunk volna hozni, viszont a Liberty egy meccsen már nem annyit, hogy ilyen 12 pontos hátrányból feljöjjünk. Akkor az X-Tag, hát az nekünk a legjobban alakult. Utána pedig hát értelemszerűen a HC elleni meccs az volt még egy olyan, hogy ott nyernünk kellett ezért, hogy versenyben maradásról beszélhessünk. Sikerült is, és a Liberty is kikapott, úgyhogy ez szintén kedvezően alakult a számunkra. Illetve hát az is pozitív volt, hogy egy ilyen rangadó győzelem az azért erőteljesen felpörgeti a csapatot. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy ezek az utolsó fordulóbeli események ezek nem inkább a mi szempontunkból voltak fontosak, mert sokkal lényegesebb volt az a HC és a Liberty szempontjából, mert hogyha ők ott megnyerik azt a két meccset, akkor iszonyatosan kényelmes helyzetből várták volna a második felét a Klán Ligának. Tulajdonképpen akkor csak egymásra kellett volna figyelniük, illetve magukra, és hát egy ilyen 6-1-0-ás tattal, tehát lényegében szerintem nem lett volna olyan csapat, aki ne így remegő térdekkel nyitott szája borult volna eléjük a második felében. Ez nem így történt, most a United-dal körülöttve szerencsére így megmutattuk, hogy azért ők sem gépek, nem emberek. Ez nem hiszem, hogy most nagyon letöri őket, nincs is okuk rá igazából, mert ettől függetlenül bámulatosan jól teljesítették az első félszezonban, most olyan, mint ilyen kavics a cipőjükben, ennek akkor lehet jelentősége, hogyha a következő 1-2-3 meccsen buknak, mert akkor viszont ebből a kis kellemetlenségből sokkal nagyobb gond lehet a számukra. Ez egyébként nem a WC, csak a mosogatógép most jelnek. Szóval, hogyha az elkövetkező fordulókban buknak, akkor lesz sokkal kellemetlenebb lehet a számukra, mert hogyha lőtávolságba kerülünk, akkor nyilván teljesen más lesz a helyzet. Akkor már minden párharc vereségünk vörös posztó lesz a szemünkben, úgyhogy, és mi még távolabb vagyunk, mint a United vagy a Trolls. Ettől függetlenül érdekes lesz a második félszezon, mert biztos vagyok. Igen, pont erre gondoltam, hogy lőtávolságról beszélsz meg arról, hogy viszonylag jól alakult az utóbbi két fordulóban, de így is azért 6 pont hátrány plusz 5. hely most a jelen pillanatban elfoglalt hely, azért ez egy picit messze van attól, mint ahol ugye várhattuk a csapatot. Igen. Szerinted ez a 6 pont behozható-e? Szerintem behozható, de én egy álmodozó vagyok. Ettől függetlenül a realitás az azt mutatja, hogy tehát a tabella pillanatnyi kép alapján nem szólhatunk bele a bajnoki versenyfutásba, viszont azért vagyunk itt, hogy ezt megszákoljuk. Úgyhogy mindenképpen megpróbáljuk, és most az a furcsa helyzet állt elő, hogy
ami a legnagyobb ellenségünk, az a legnagyobb reményünk, nevezetesen, hogy kúváros ez a pálida, bárki megvehet bárkit, és nyilván nekünk szinte mindenki kéne mostantól verni, ez a nehézség, viszont az a reményünk is, hogy itt az első két csapat az élmények is hatnak bármelyik fordulóba. Például itt lesz a következő forduló, ki gondolta volna az elején, hogy ilyen. Tehát gyakorlatilag az összes meccs egy rangadó lesz, mert itt lesz a, ha jól emlékszem, akkor United HC lesz, United nem is verte meg a Liberty, ott lesz a Liberty Okány, hogyha az Okányjal kifognak egy józan napot, akkor még nyerhetnek is. Akkor mi a Trollszal játszunk. Amelyik előttünk, ugye? Fej-fej mellett vagyunk, és akkor ott lesz még az Állapdolsz TPM is, meg most ilyen pillanatban egy alsó házi rangadó. És minden meccs érdekes lesz szerintem. Igen, most így elővetetted a következő fordulót, igazából minden meccspont rangadóra sikerül a következő fordulóban, hol elől, hol hátul, hol pedig helyosztók szempontjából, de úgy hosszabb távon te mit vársz az tavaszi szezontól? Mindenképp remélem, hogy megfordul a szerencsénk. Szoros meccseket azt elmondtuk. Gyakorlatilag az összesen. Ez ugye nagyon kellemetlen, de olyan szempontból meg lehet találni az örömet az örömben, hogy ennek okán a gólkülönbségünk az, hogyha úgy adódik a helyzet, nem lesz rossz. Tehát, hogyha itt bármelyik csapat veszít elő, rögtön jobb lesz a gólkülönbség, ha mi nyerünk, mert ugye ezt nem lehet biztosan kijelenteni egyik fordulóban sem most már. Nem tudom megmondani, hogy mi lesz a vége. A HC Liberty versenyfutás az adott lesz. Attól függően, hogy ők hogyan folytatják. Bele fog szólni még egy-két csapat, remélem mi is. És lehet, hogy fura lesz, amit mondok, de én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy HC Liberty Spirit mindott lesz a dobogó. Azt majd meglátjuk az év végén, majd szembesíthetsz a kijelentésemmel, de abszolút meg kell emelni a kalapunkat a United és a Trolls teljesítmény előtt, mert ahhoz képest, hogy főként újoncok alkotják a csapatokat, nagyon jól játszanak. Ez a Trolls, hogy a TPM ellen 0-8-ról 1-9-re megnyert a meccset, ez egészen elképesztő volt. Ezért mondom azt, amit mondok, mert ez a három csapat, a három úgymond top csapatos jelen pillanatban nagyon-nagyon harcolni fog az első helyén, hogyha mi is oda kerülünk, de a kettő biztosan áll, és amelyik pillanatban valamelyiknek elszáll az esélye, ott lehet, hogy olyan szétesés lesz, hogy a lényegében felszabadultatban játszható Trolls vagy a United odaérhet a dobogóra valamelyik fokára. Aztán majd meglátjuk. Lehet, hogy hülyeség, amit mondok, de szerintem van benne ráció. Jó, ha jól értem, akkor valami olyasmire gondolsz, mint a 90-es évek Nigel Mansell-nek volt ez nagy előnye, hogy amíg az előtte harcolók egymás előzgette, a hirtelen az egészet beelőzte és előre ment. Tehát úgy gondolod, hogy most amíg alatt mondjuk így három, ugye a HC és a Liberty, meg a majdnem nagy Society Speed harca egymásra, addig valamelyik kicsi szépen suroló pályán beelőzi őket. Persze, hát most háromról beszélünk, most nyilván, ha erről beszélünk, akkor erre a pukorra mi vagyunk a legnagyobb esélyesek jelen pillanatban, aztán ez még változhat a végén. De szerintem lehet meglepetés. Jó, picit nézzük meg az egyéni részeket. Ott ugye a Pospisil Peti veretlenül továbbra is vezeti az MVP-t, ott mit vársz? Hát nem tudnám felsorolni most az első tizet, de segítek, hogyha gondolod. Nagyjából emlékszem, mert megnéztem Havasinak az interjúját. Úgy rémlik, hogy szerintem az első négyből most bárki lehet. Nem tudom, ki van még az ötben. Ott van a Peti, a Teré Kisti, a Gribó, meg te. És ki van még az ötödik? Ötödik a Dani Gergő. Dani Gergő. Okány. Utána még a Jung Tamás, a Más Okány, és Ügyes. Például egy meglepetés. Azt gondolom, hogy abban a négyből, akit felsoroltam. Remélem, te leszel. Az már biztos, hogy nem fog sikerülni, amit az elején megbeszéltünk, hogy majd készpirites legyen ott, és majd az egyik előzi be a másikat, úgyhogy
próbáld meg összeszedni magát például. Hát igazából azért még, ha az azt mondtad előbb, hogy 6 pont lőtávolság, akkor te is csak 7 pontra vagy lemaradva az első helyzettől az MVP-n, tehát még lehetsz a másik splites csak. Hát, mert a Peti nem játszott most azért. De, igen, az egy más kérdés most, hogy nekem is hogy alakult ez az egész. Nekem ez szerintem, mióta Králynagában játszok, a legrosszabb kérdés volt, ami azért is sajnálatos, mert én meg vagyok róla győződve, hogy a csapatkapitány teljesítménye azért befolyásolja a csapatot. Ez például az utolsó forduló, ez fényes bizonyíték erre, mert hogyha megnézed, hogy azokban a csapatokban, akik kikaptak, hogy ment a éppen a csékelnek, szerintem ott mindegyik kikapott. Hát a fejből ugye a HC-nál kikapott a Grivo, egy 4-0-át, a Havasi kapott egy 4-0-át, meg a TPM-nél is azt hiszem 3-1-et csinált a Radics Zoli. Nem, már nem rámvezér, de attól még igen. Énok is kikapott 4-0-át. Ha jól érzem, két volt, és úgy lett 19. Én próbálom összeszedni magamnak. Erre figyelek, most szerencsés helyzetben vagyok ilyen szempontból, mert figyeltek magamra, mert veszem észre, hogy a többiek is mindenki figyel magára, és abszolút kritikus a társaság a saját teljesítményével szemben. Mindenki közülünk úgy gondolom, hogy próbál a legjobbra törekedni. Norbó és Laci is, rengeteget tesztem, te is tudom, hogy rengeteget tesztelsz. Ákosnak és Menyusnak nincs túl sok ideje, de én úgy veszem észre, hogy most már Menyus is egyrészt azzal, hogy kötelező meccsekkel szerzi a rutint, másrészt azzal, hogy azért kicsit most már bele tudom jönni a taktikára, de egy napján szabadulta játszik. Az még nem lenne egy negatívum, hogyha visszakapnám az egyik top 6-os csapattársamat, úgyhogy Menyus, légy szíves, jó? Köszönöm. Jó. Akkor szerinted a Peti meddig fog tartani ezt a vertlenséget? Vertlenséget? Kivel játszanak most Okánynál? A vertlenséget egy vagy két fordulóig. Azért az iszonyatosan jól teljesít, most a Peti azt alá kell írni, de a vertlenséget is nehéz tartani. Lacinak is volt egy pénz, hogy a 8 pont jelen kapott ki, azért véletlenül nem lehet végigvinni a káligát szerintem, aztán ha megcsinálja, akkor ha majd a közös etem találkozom, majd vendégem lesz egy sörre, egy kőbányaira. De azt nehéz lesz tartani, azért baj dolgoz végig szerintem. Jó, az előbb öntött egy pillanatra a Lacit, ugye neki volt egy ilyen szezonja 2015-ösben. Szerinted a Peti is eljátsza ugyanazt, amit tavaly előtt Laci után tavaly én, hogy az utolsó pillanatban a nagy előnyit elolvasztja? Eljátszhatja, de nem biztos, hogy ő fogja eljátszani. Most elég kiélezett lesz a végén, nem biztos, hogy két ember lesz ott. Simán el tudom képzelni, hogy ott 4-5 ember ott lesz a végén egy-két ponton belül, vagy legalábbis 4 ponton belül, tehát beaszható. Hátrányban nem biztos, hogy akkor épp ő lesz, de én lehet, hogy pont vissza tud előzni, eljátszhatja ő is persze. Jó, az előbb megjelentetted ezt a nagy találkozót, amit az Ádám felvetett, akkor ezért szerint te is támogatnád ezt a kezdeményezést? Hát én mindenképpen, csak Pesten legyen, vagy üljön. Az még jó. Van nem egy kis kocsmánk, biztos, hogy beférünk, de hát nem megoldjuk, kijutunk egy falat. Pestre megyen. Jó, rendben. Örülök, hogy egyre többen benne tetszik ez a kezdeményezés, talán össze is kerül hozni. Jó. Szeretném még valamit elmesélni nekünk így a Várigával kapcsolatban. Most pillanatilag nem, majd a végén beszélünk. Majd szembesítesz a hülyeségekkel, amiket mondtam. Jó, rendben, majd számon kérem, hogy köszönjük szépen. Köszi én, és szia, szia. Hello.